A Bora 94 Borsodabaúj Zemplén megyei fejlesztési ügynökség a térség vállalkozóit egy hasznos, egésznapos, interaktív előadásra várta Szerencsen. A résztvevők a vállalkozásuk fejlesztéséhez kaptak segítséget szakemberektől, akik részletesen elmagyarázták azt, hogyan kell üzleti tervet készíteni, és miért fontos azt részletesen, precízen előállítani. Az üzleti terv egy vállalkozás térképe, ahogyan eljut az első lépéstől az utolsó, amely arra ad választ, hogy mit akarunk eladni, kinek akarjuk eladni, hol érjük el őket, mennyi pénzre van ehhez szükségünk, és mennyi pénzt várhatunk ebből. A megyei fejlesztési ügynökség olyan workshopokat szervez, ahol a résztvevők a gyakorlatban hasznosítható tudást kapjanak viszonylag rövid idő alatt. Az volt a célunk, hogy ténylegesen gyakorlati ismeretekkel segítsük a vállalkozókat, hogy hogyan lehet egy jó üzleti tervet elkészíteni, mert ez most egy aktuális kérdés, nagyon is aktuális az évnek ebben a szakában. Úgyhogy mi is reméljük, hogy ez egy nagy segítség is, ráadásul így, hogy végül is ingyenesen biztosított ez a lehetőség mindenkinek. Érdemes, tehát hogy nagyon-nagyon lényeges az, hogy átgondolt legyen mind a költség oldaláról, mind a bevétel oldaláról. Vannak olyan részei az üzleti tervnek, amit szintén érdemes figyelembe venni, és talán akkor, amikor nekiül egy vállalkozó, hogy egy üzleti tervet összerakjon, akkor gondol végig olyan dolgokat, amiket tudatosan egyébként nem gondolna végig, akár marketing tekintetében is, ami nagyon lényeges elem a működés során. Közösen a Borsodabaúj-Zemplén megyei önkormányzat és a megyei fejlesztési ügynökség, a Bora 94, megyeszerte egyébként egy hatalmas nagy projektet valósít meg, ez az identitás erősítés a Borsodabaúj-Zemplén megyében, és az a célunk, hogy a helyi közösségeket erősítsük, és tulajdonképpen a kötődését az embereknek az adott településekhez. És ennek ez egy szelete, hogy vállalkozókat szólítunk meg, vállalkozókat vonunk be, akik ténylegesen a vállalkozói létet minél jobban átélik, példát is mutatnak esetleg másoknak. Ténylegesen 32 településre látogatunk el egyébként, és 3 olyan település van, ahol egész napos workshopot szerveztünk, ennek most ez az első állomása is Szerencsem. A Bora 94 Borsodabaúj-Zemplén megyei fejlesztési ügynökség Sátoraljaújhelyen és Felsőzsolcán tervezi hasonló egésznapos workshopok szervezését vállalkozóknak, azonban kisebb 2-3 órás fórumokat a megye 29 kisebb településeire is terveznek. Ezeknek az ismeretterjesztő előadásoknak a témáját úgy alakítják ki, hogy előzetesen felmérik azt, hogy az adott területen milyen tevékenységi körrel rendelkező cégek vannak.